sok szeretettel üdvözlöm Önöket, és nagyon örülök, hogy ilyen szép számban megjelentek a hátrányból kovácsolt erő kiállítás megnyitón, melyet a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai állítottak össze. Tehát a mozgáskorlátozottak nemzetközi fotó és színes dia alapítvány fényképeiből egy válogatás. És itt, hogyha végigfutna a tekintetünk, akkor azt látjuk, hogy elsősorban a sport és a művészet témaköréből válogattak a kollégák. Hát számomra ez azt bizonyítja, hogy mind a sportnak, mind a művészeteknek hát kiemelkedően fontos szerepe van a társadalmi integrációban. De amikor társadalmi integrációról beszélünk, akkor nem csak a hátrányos helyzetű vagy épp fogyatékkal élő emberek megszólításáról és bátorításáról beszélünk, hanem a társadalom többi tagjának a megszólításáról, társadalmi szemléletformálásról is szó van. És ezért különösen örömteli a Tisza mozinak ez a kezdeményezése, hogy a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő embereket igyekszik a saját közösségi tereibe minél hatékonyabban és nagyobb számban bevonni, és hát ezt nem elkülönítve teszi, hanem a saját közösségi tereiben mindenkinek, hátrányos helyzetűeknek és nem hátrányos helyzetűeknek egyaránt lehetőséget kíván biztosítani, hogy itt kulturálódjanak. Mozik, mint innovatív kulturális központok néven futott az az Európai Uniós pályázat, melyen sikeresen vettünk részt egy szlovén, egy horvát és egy bolgár mozival együtt. A rezonáns, azaz rezgő mozi azt takarja, hogy a projektben résztvevő mozik érzékenyen reagálnak a kor kihívásaira és a közönség megváltozott igényeire. A projekt egyik fő eleme a fiatalok képzése és megismertetése a YouTube világával, valamint egy a négy ország által közösen üzemeltetett YouTube csatorna létrehozása és üzemeltetése, melyre felkerülhetnek a fiataloknak az anyagai, és így a széles közönség is megnézheti ezeket. A pályázatnak köszönhetően szintén megvalósul egy informatikai fejlesztés itt a Tisza moziban, és olyan programokkal találkozhatnak egészen jövő év novemberéig az érdeklődők, mint a nemzetközi közönség találkozók, filmmel egybekötött, filmnézésre egybekötött zenei estek, vagy innovatív technológiai bemutatók, azaz virtuális realitás eszközök megismerése és tartalmak bemutatása. Nagyon nagy tisztelettel köszönöm a Tisza mozinak azt, hogy mondjuk 2000 nem tudom hányban a mozi szó, vagy sok-sok évvel ezelőtt teljesen mást jelentett. A mozi során most is a film van a fókuszban, de az, ami ebben a városban, ebben a moziban történik, azt gondolom, hogy egészen példaértékű, hiszen a társadalom minden rétegére fókuszálva, kreatívabbnál kreatívabb közösségi programokkal, rendezvényekkel, keresve az új lehetőségét, felelősen gondolkodva a fiatalokról, bevonva, megszólítva, én azt gondolom, hogy a kor kihívásának megfelelően lát csak a youtuber képzés, vagy maga az egész kommunikációs világ, gratulálok. Többször elhangzott ma az a szó, hogy jó voltából. Többen mondták előttem, hogy kinek a jó voltából. Én azt gondolom, hogy ha ezt a jó voltából szót tényleg mindenki tovább viszi a lelkébe, én ma ezt a szót tovább viszem, mert nagyon sokszor hallottam. Ha mindenki valakinek a jó voltából egyet tesz a közös asztalra, akkor nagyon gazdag az a mi asztalunk, és én úgy gondolom, hogy Szolnok megyei jóváros ezt ma elmondhatja magáról. Gratulálok a pályázathoz, gratulálok az együttműködésekhez, és nagyon eredményes munkát kívánok, és azt gondolom, hogy csak köszönni tudom mindenkinek az aktív részvételét. Köszönöm szépen. Tehát, hogy ez a folyamat, amire várunk, amire hívunk benneteket, az arról szól, hogy közösen találjuk ki, megkapjuk a keretet a projektben, megkapjuk a helyet, megkapjuk a feltételeket, közösen találjuk ki, hogy mitől lehet ez a mozi még esélytudatosabb. Egyébként ők már igen jó szinten állnak, de mindig van előrelépés. Mitől lehet esélytudatosabb? Mit kell tennünk együttesen azért, hogy a szemléletváltást vagy a szemléletformálásban lépéseket tegyünk? A szemléletformálás sem egyoldalú dolog. Tehát olyan nincsen, hogy én a te szemléleted, és én közben nem. Tehát ugye ez a kölcsönösség, és ez a másik alapfeltétel. Szóval kérem szépen, itt azért nagyon fontos az egyenrangúság. És az, hogy mindenkinek van kompetencia, és abban fogunk együtt dolgozni, hogy ki mihez ért, és kitől, és nem. És együtt dolgozunk, igen, ez a fontos. Még
a mai nap délután jövök vissza a lányaimmal, és megmutatom nekik ezt a kiállítást. Én az Impulzus Egyesület képviseletében vagyok itt. Mi fiatalok pályaorientációjával foglalkozunk, és nagyon nagy élménynek találtam azt, hogy a mai eseményen lehetőségünk volt részt venni ezen a kiállítás megnyitón, és az utána való beszélgetésen is. Rengeteg kérdésre választ kaptam, hogy mégis miről állt ez a mai program, és tényleg fontosnak tartom azt, hogy mint fiatal, mint mozgássérült meg tudják mutatni, hogy mégis mire képesek, mit tudnak tenni, és ők is teljes életet tudnak élni, akár a hátrányosságaikkal együtt is. Gondolom, hogy a helyi együttműködések azok nagyon fontosak a közösségfejlesztésben. Másrészt pedig azért, mert úgy gondolom, hogy a szemléletformáló eseménysorozat az nagyon sok fiatalnak is fontos lehet, és remélem, hogy minél többen fognak részt venni rajta. Nagyon jól éreztem magam, sok ismerőssel találkoztam, és várom a következő folytatást. Nekem nagyon szívem csücske egyébként is a film. A filmeknek a kifejező ereje, és nagyon bízom benne, hogy ez most is célt ér, ahogy itt elhangzott. Azok a filmek, amik majd vetítésre kerülnek, azok nagyon érdekelnek engem. Én alapul ebben a közegben jobban érzem magam, mint mondjuk egy úgymond nagyüzemi moziba. Hát jól éreztem magam, és azt gondolom, hogy az, hogy fontos nem csak az, hogy milyen szükségletei vannak a látogatónak, hanem esetleg ezeknek a megvalósításához is ötleteket adhatunk, az számomra nagyon pozitív. Tiszamozi egyébként is egy nagyon fontos színtér a városban, és hogy így a kultúra tágon értelmezve a szociális esélyegyenlőségi területen is ezt a fajta együttműködést támogatja és generálja. Ez egy nagyon fontos dolog, úgyhogy én gratulálok a kezdeményezéshez. Jó látni magam azon a képen.